Na, sziasztok srácok, itt lennénk a következő részben. Hát most még jelenleg egyedül, nem tudom, hogy Proci be fog-e csatlakozni, de én hozzáfogok, ahogy beszéltük, és ebben a részben megcsináljuk a vasfarmot. Egy röpke pillanat, csak meg kell csinálnom. Ami azt jelenti, hogy mi most meg fogjuk építeni. A táskámat szépen lerakom ide, és akkor nézzük a listát. És akkor én nézem a listát, összeszedem, és akkor ti ebből kaptok egy mi a fenét. Replay-es összeállítás, gyorsított összeállítás, meg az építkezésről is. Szóval jó szarolkozást ez, majd találkozunk, amikor összeállt a csoda. Na, itt vagyok, hát nem tudom mennyi idő után, de el tudjuk már indítani a ágyút, ami szépen megcsinálja majd most nekünk a acélművünket. Ezt majd szépen egy timelapse-ben még tudjátok nézni, mindig meg szépen lássam itt magam. Jó szórakozást hozzá! In the distance I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence.
Don't tell me that I need saving. Finally. Na, srácok, elkészült. Itt van teljes valójában ez a csoda szerkezet. Hát még hiányzik a hajtás, hiányzik annak a folyadékok. Nagy eséllyel úgy lesz megcsinálva, hogy ide is csinálok egy kisebb gőzerő, vagy igen, gőzerőművet. Ott a lehajtásnak a hely. És akkor csinálok ide egy kicsi gőzerőművet. Szerintem akkor következő részben az egyik dolgunk ez lesz. De akkor szerintem mai részre ez így itt ennyi lenne. Hát, vagy még lehet, hogy gyorsan körbe mutogatom, hogy igazából mit tud. Hát, hogy ez itt meg van csinálva. Egy, hát így, constructionös. Azt összeragasztotta, ha minden igaz? Igen. Constructionös kőgenerátor, aminek az a lényege, hogy olyan gyorsan, vagy hogy azokban a felső tartályokban majd lávát kell helyezni, nem egy-egy vödörre, ott az összes mi a fenének, pumpnak be kell vizesítenem. Akkor mondjuk nem került oda a keret. Mondjuk baj, akkor azt majd meg kell csinálnom. És akkor ennek van egy, hát egy pár kihajtása, egy pillanat, megpróbálok feljutni oda, ahol pár mindegyiknek a végén van egy mi a fene, zúzó, és ha össze van zúzza, akkor itt egy középső bufferbe össze van gyűjtve, amit meg kell igazítani. Igen. Ebből megy két irány, vagy három irányba a shoulder. Van itt lent egy elvezetés. Ez megy az andezit készítésre. A túloldal van egy másik. Itt, ide megjön a homok készítésre. Ahol, amiből anyag lesz. És ezt az anyagot meg arra használjuk, vagy kiégetjük, és akkor itt van egy tárolója. Itt van a mosó. Itt a leveleket is be kell, vagy víz logolni kell majd. De láva kell. Rengeteg ide is láva kell, mivel itt van egy buffer. Egy gyűjtőhely. A vasnak, meg a hasonlóknak. Itt a vas két felé megy, az egyik fele az a vas ingot lesz, a másik fele meg az andezit casing. Szóval ez a vas farm egyszerre csinál nekem andezit alojt, vasat és téglet. És hát annyira nem könnyen, de ha valamelyikre nincs szükség, akkor itt a buffernél le lehet venni azt az adott részt, ami nem kell. De körülbelül úgy van optimalizálva, hogy akkor van mindenhol ugyanannyi. Na, most én ide beszorultam. Ez gond. Jól van, megoldottam. És akkor... ja. Ja, meg ide kell rengeteg lávát felhordani ide. De ez... ez látja el az andezit készítőnket.
lávával. Na, de akkor következő részben ezt beüzemeljük. És pár apró másik dolgot is megcsinálunk. Akkor itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Na, sziasztok!